Édesiparban dolgozó ismerős által kaptunk olyan tanácsokat, vagy beszélgetés alapján kerültek felszínre olyan ötletek, hogy csináljunk egy édesipari üzemet, hiszen ő, mint szakmabeli, neki az volt a véleménye, hogy ez egy nagyon jó üzlet, és rentábilisan lehet, tehát profittal lehet üzemeltetni egy ilyen édesipari üzemet. Természetesen nagy volt az ellenállás, hiszen tőlünk nem messze szerencsén a szerencsé édesipar, szerencsé csokoládégyárként ismert édesipari üzem előtte zárta be kapuit, hiszen átszervezések és kiszervezések miatt ott megszűnt a csokoládé gyártása. Ez egyik oldalról rémisztő volt, hogyha nekik nem éri meg szerencsén, tehát egy ilyen nagymúltú csokoládé üzembe itt termelni és itt gyártani az édesipari termékeket, akkor nekünk most kezdőként, hogy kezdjünk el itt Kelet-Magyarországon felépíteni egy új üzemet, és majd mi leszünk a megváltók, tudtuk, hogy ez nem így lesz. Egyik oldal rémisztő volt, a másik oldalról viszont serkentő, hiszen hogyha ő bezárt, akkor esetlegesen piacot tudunk szerezni új termékekkel. Aztán végül is ez volt az erősebb irányvonal, tehát neki kezdtünk az édesipari üzem hosszas tervezés után való felépítéséhez, ami nagyon-nagyon gyorsan ment. Szinte egy fél év alatt megépítettük ezt az édesipari üzemet. Nem volt ez egy kicsit vakmerőség akkor abban a piaci helyzetben? De. Mint ahogy mondtam, egyik oldalról rémisztő volt, a másik oldalról pedig bátorító történet, hogy itt 50 kilométerre bezárt az üzem. Mint utólag kiderült, a piac nem szabadult fel, tehát a piac részek nem szabadultak fel, hiszen a szerencsi csokigyár termékei nem szűntek meg a magyarországi piacon, csupán kiszervezték külföldre. Tehát ugyanazon márkanévvel, ugyanazon termékek, ugyanúgy a piacon maradtak, tehát abszurdum, nem maradt egy üres tér. És ezért, mint ahogy mondtad is, vakmerőség volt, és ez főleg az épület felhúzása után, tehát az üzem megépítése után derült ki. Amikor is azok az édesipari szakemberek, amikor ezt a tanácsot, vagy igen, akik ezt a tanácsot adták, hogy csináljunk ide egy üzemet, mert ennek van létjogosultsága, azok vezérletével elkezdett ez a kis üzem gyártani, természetesen elsőáras termékeket, és nagyon egyszerű termékeket, és ezek a termékek a gyártás után közvetlenül a raktárba kerültek. És akkor jött ki az, hogy hát igen, gyártani már tudunk, vagy tudnánk egy bizonyos szegmenset, de hát nincs piacunk. Hogyan lehetett bevezetni az új termékeket? Mit kellett tenni azért, hogy megismerjék a gyárat? Nagyon kemény időszak volt, és én azt gondolom és azt mondom, hogy ez jelen pillanatban is ugyanolyan kemény időszak, tehát semmivel nem lettünk könnyebbek, vagy semmivel nem lett ez a feladat könnyebb részünkre. Azáltal, hogy már évek óta valamilyen formában azért csak ott oda kerültünk a magyar piacra, akkor nagyon-nagyon nehéz volt, hiszen sokkal nagyobb múltú és nagyobb tapasztalattal rendelkező cégek ennek a szegmensnek minden részét, sarkát elfoglalták a piacon. Tehát nagyon-nagyon kemény volt a mi egyszerű elsőáras termékeinkkel a polcokra kerülni. Mennyi idő telt el, amikor már azt lehet mondani, hogy úgy megmozdult a piac, már valami úgy tűnt, hogy csak talpon maradt a társaság? Az első évben egy olyan utólag mosolygok, akkor sírni tudtam volna, közel 80 milliós veszteséget termelt az üzem. Tehát azáltal, hogy gyártottunk, a termékek nem kerültek mind piacra, a munkabért fizetnünk kellett. Azt ne felejtsük el említeni természetesen, hogy az épület, vagyis az üzem felépítéséhez egy pályázati segítséget vettünk igénybe. A pályázatnak az volt a feltétele, hogy bizonyos létszámot foglalkoztatni kell természetesen, hiszen nem adják ingyen a támogatási pénzt. Ezt a létszámot nekünk egész éven akkor is fizetnünk kellett, hogyha volt munka, vagy nem volt munka. Tehát visszatérve nagyon röviden, az első év egy kemény mínuszt termelt,
A következő éven ez a mínusz megfeleződött, tehát már csak 40 millió volt a következő év mínusza, és akkor el kellett dönteni, hogy hogyan tovább. Kaput bezárjuk, kulcsra zárjuk, és bedől a cég, vagy pedig minden erőnket, energiánkat belefektetjük, és többek között én is aktívan szerepet vállalok, mert én nem kívántam ebbe az édesépülő üzembe szerepet vállalni. Tehát én azt gondoltam, hogy megvannak a megfelelő emberek, ők ezt levezénylik, megcsinálják, és alapjában van egy üzem, ami üzemel rentábilisan, nem brutális haszonnal, de nem minusszal. Na most ez nem jött össze, és 2 év után el kellett dönteni, hogy részt vállalunk-e benne személy szerint, vagy hagyjom, hogy ez az enyészetté váljék ez az üzem. Természetesen nem nagyon szoktam meghátrálni, és az a döntés született, hogy menjünk akkor fejjel előre továbbra is ebbe a negatív történetbe, és nem visszavonultunk, nem hátra arcot csináltunk, hanem tovább beruháztunk. Tehát különböző kis gépek, eszközök, új dolgok kitalálásával próbáltunk a piacon megmaradni. És azt kérdésedre a pontos válasz, a harmadik év volt az, amikor elkezdtünk gyártani, megtaláltuk valamilyen szinten a helyünket a piacon, megismertek bennünket a partnerek, és kezdtek ránk számítani bizonyos termékekkel. Tehát a harmadik évtől. Mivel sikerült végül biztosítani a pozícióját a társaságnak? Mi ez a termék vagy termékcsoport? Mivel még egyszer mondom, egy ilyen beruházás megvalósításakor a legegyszerűbb feladat az üzemet felépíteni. Ezt én megtanultam ennél az üzem, vagyis ennél a beruházásnál. És a legnehezebb feladat az üzemet életbe tartani. Tehát azt működtetni és munkát adni az embereknek. A harmadik, és ami a legnagyobb probléma volt, hogy az akkori édesipari szakemberek ezt az üzemet egy olyan alap feladatok ellátására gépesítették be, amit utólag, hogyha akkor annyit értettem volna, most sem értek hozzá, de hogyha akkor inkább azt mondom, annyi tapasztalatom lett volna már így az édesépülő üzem működtetésével kapcsolatban, mint most, akkor természetesen azokat az alap dolgokat nem hagytuk volna ki, ami kellett volna ahhoz, hogy egy kicsit gazdaságosabb legyen. Tehát olyan egyszerű és nagyon alap feladatokat tudtunk csak elvégezni a pályázatba beállított gépekkel, ami semmi másra nem adott feladatot nekünk, mint bérmunkára. Tehát alapjában véve más cégektől tudtunk felvállalni mártást, csomagolást. Tehát igazából gyártani szinte nem is tudtunk, ami az önállóság jele lett volna. Na most, tehát kérdésedre a pontos választ, mit tudtunk csinálni? Ostyasütőktől, vagyis ostyagyártóktól vettünk készre gyártott ostyát, és azt bemártottuk a gépeinken, mivel erre volt berendezve a cég, hogy mártósorunk volt. Ennyit tudtunk csinálni. Volt egy kis présünk, azzal tudtunk fondant szaloncukrot csinálni. Az összlehetőségünk ennyi, préselt szelet, formázása és mártása, és az ostyák, a máshonnan megvásárolt ostyák mártása. Tehát igazából egy mártó kis üzemünk volt, ami még azt kell mondanom, jelen pillanatban sem sokkal több, de vannak jelentős fejlődések. Mi az, amivel mostanra már több, és mondjuk megvan a saját kis piaci helyzete, piaci pozíciója? Amellett, hogy az első időszakban ugye csak szinte bérmunkát végeztünk, és minden alapanyagot, tehát minden alapanyagot, csomagolóanyagtól, fondantól, bevonó masszától, mindent vásároltunk. Tehát ez a cég mindent máshonnan megvett, feldolgoztuk, bedolgoztuk, és
Tehát ebből adódott az első két év óriási mínusza, nem lehetett megélni. Na most a kérdésedre a válasz, rájöttünk miután két év után ugye eldöntődött, hogy előre haladjunk és ne hátrafele, mit kell csinálnunk. Természetesen kollégáimmal, akik maradtak, mert addigra ezek a tanácsadók, akik nagy üzletet láttak az üzletbe, vagyis ebbe az édesépüli üzembe, természetesen már elsonfordáltak. Tehát alapjában véve itt maradtam egyedül az akkori gyártásvezetővel, és ki kellett találnunk, hogy hogyan tovább. Na most természetesen nagyon gyorsan és könnyen rájöttünk arra, hogy amíg mi saját magunk lábára nem tudunk állni, nem tudunk magunknak dolgokat megteremteni, addig itt nincs előrelépés. Első tétel volt az, hogy malmot rendeltünk, azt hiszem talán Spanyolországból, amivel jelentős változás a bevonót saját magunk elkezdtük gyártani. Tehát már nem voltunk rá kényszerülve, hogy piaci alapon egy másik cégtől vásároljunk egy alapanyagot, ami nálunk alapanyag, hanem ezt meg tudtuk saját magunknak gazdaságosabban csinálni, és két legyet ütöttünk egy csapásra, hogy elsősorban plusz munkát tudtam adni egy bizonyos számú embernek, valamint olcsóban elő tudtuk állítani, tehát gazdaságosabban elő tudtuk állítani, hiszen nem volt rajta logisztikai költség, nem volt rajta egy másik cégnek a profitja, hanem ez itt termelődött, itt maradt az utolsó fillérig a cégnél. Következő lépés, azt hiszem, a zselének a gyártásának a korszerűsítése, hiszen az első időszakban, még egyszer mondom, fondant tudtunk csinálni, fondant szaloncukrot, de nagyon-nagyon hamar a piacon felmértük az igényt, és felénk is jöttek folyamatosan az igények, hogy zselés szaloncukrot tudunk-e csinálni. Akkori gyártásvezetőnk vezérletével, Bodnár Sándor, aki egy nagy, tehát öreg róka a szakmába, és nagyon-nagyon sok tapasztalattal bír etéren. Nagyon sokat köszönhetünk természetesen ebbe a formába neki, hogy segítette a munkánkat. Tehát egy olyan, hogy mondjam, kézi manufaktúrális szerkezetekkel elkezdtünk zselét csinálni. Csináltattunk egy öntőformát, viszont ahhoz, hogy ki tudjuk formálni, szilikonból magunk öntöttünk formákat, a szilikon formákat hűtés után ki kellett szedni a zselét, azt a mártósorra rávinni. Tehát kezdetlegesen, de én azt gondolom, hogy még mindig jobb ez a fajta hozzáállás, mint az, hogy feladtuk volna az egészet. Tehát elindultunk a zselével is, egy ilyen kezdetleges történettel, és ott volt a következő nagy ugrás. Időközben voltak kisebbek, de ezek a lényegesebb. Ott volt a következő nagy ugrás, hogy meg tudtunk vásárolni egy jelentős zselésort, amin nem csak zselét, hanem gumicukrot is tudunk gyártani, és ez a zselésor, ez igazából a főzéstől a formázásig, a formából való kinyomásig, a mártósorra való rávitelig, a hűtésig, tehát alapjában véve a sor végén kijön a hűtött, bevont zselés szaloncukor, tehát lehet azt mondani, hogy egy nagyon modern sor, főleg az eddigiekhez képest, töltött zselét tudunk rajta csinálni. Tehát ez egy óriási, nagymérvű ugrás volt az életünkben. Emellett természetesen párhuzamosan jött a másik alapanyag, alapanyag, mert hiszen
az üzemünkben nagy többségébe véve mindennek fondant a lelke, tehát fondant, bocsánat, a préselt szeleteket, fondant, nagy többségébe véve a szaloncukor, tehát fondant. Amit ez idáig is máshonnan vásároltunk. Tehát a zselégéppel párhuzamosan jött az ötlet is, hogy miért nem csináljuk a fondant is magunknak. Na most erre is történt egy döntés, történt egy utazás, a zselésorra a Kínát is megjártuk, hogy lássunk működő gépsort. A fondannal Törökországba utaztunk, hogy lássunk működő gépsort, tehát hogy legyen elképzelésünk, hogy az a magyar partner, akitől a rendeléseket leadjuk, vagy akinek a rendeléseket leadjuk, vagy őtől kaptunk már árajánlatot, hogy körülbelül mi az, amit rendelkezésünkre fog bocsájtani. És tehát a zselé után jött a fondant beruházás. Hál' Istennek azt is egy pályázat keretében éppen úgy a zselé sor is, és a fondant gép is, ez egy, úgy emlékszem, egy pályázat keretén sikerült megpályázunk, nyertünk is egy bizonyos résztámogatást, és jelen pillanatban működik a fondant is, amit most már nem más gyárból, vagy más üzemtől, profitjával és logisztikai költségével növelten szerzünk be, hanem helybe, magunknak gyártva, munkát adva plusz egy-két-három embernek, így állítunk elő. Csak kinőtte magát a nehézségek ellenére, manufaktúrából egy igazi üzemmé. Mostani piaci helyzetéről mit lehet megtudni? Mennyire stabil? És mennyire versenyképesek az itt elkészült termékek? Az elkészült termékekre vannak pozitív visszajelzések, és természetesen vannak negatív visszajelzések. És negatív visszajelzés az, hogy kicsi a szortimentünk. Tehát még mindig kevés termékkel rendelkezünk, pedig jelentősen növekedett, főleg a kezdetekhez képest. A piaci helyzetünket jelen pillanatban az is nehezíti, hogy egy jól működő multinacionális cégcsoport, ahol nagyon jó pozícióban voltunk, sok mindent szállítottunk, beszétesett. Kora, macs és profi. Tehát erről a csoportról beszélek, ami jelentősen érintett bennünket, hiszen ebbe a cégcsoportba jelentős mennyiséget szállítottunk minden szegmensből. Szállítottunk parányt, szállítottunk mártott ostját, szállítottunk szaloncukrot, préselt szeleteket a profinak, mi csináltuk a saját márkás préselt szeleteit Louis néven, tehát ezek jelentős megrendelések voltak. És ugye miért legyen egy-egy évben kis boldogságunk, levegővételünk, tehát az elmúlt években mindig jött valami olyan piaci változás, ami újból és újból egy kicsit megnehezítette további sorsunkat. Tehát amikor egy kicsit fellélegeztünk volna, hogy na, most sínen vagyunk, akkor jött egy ilyen multiszétesése, vagy akár a gazdasági válság, ami ugye begyűrözött, jött a NETA, ami a chipszadó, nevezetes chipszadó, ami jelentősen megnövelte az árainkat, ezáltal újból és újból tárgyalási kényszerünk volt, mert a multik és a nagykereskedők igazából azt az áremelést, amit teljes egészében törvényes, nem akarták elfogadni, és nagyon sok helyen nem is fogadják el, tehát arra kényszerítik a beszállítókat, hogy saját árrésük terhére azt nyeljék le, holott azt lehetetlen. De hát szóval mindig van olyan nehézség, amivel meg kell birkóznunk. Jelen pillanatban több multihoz szállítunk be, nagyon jelentős a Coop-al való együttműködésünk. A Coop-nak évek óta mi csináljuk a saját márkás szeleteit. Jelen pillanatban van folyamatban az újabb szerződés megkötésének fázisa, tehát megkaptuk már, ki lett hirdetve, hogy megkaptuk a további gyártásra és a jogosultságot. Most folyik egy arculatváltozás ezeknél a termékeknél, új grafika, új csomagolás, minden, tehát változások lesznek. Remélhetőleg ennek köszönhetően is majd a forgalom nő és nem igazából visszaesik. Hiszen az elmúlt időszakban a gazdasági
válságra visszautalva azért jelentős visszaesések voltak és nehézségek. Külföldi piac, ott volt lehetősége bemutatkozni a társaságnak, vagy valamilyen teret hódítania magának? Még annyit el kell mondani, és akkor itt hagyd mutassam már be igazából lányom férjét, Nagy Varga Pétert. Ő a cégünk export-import menedzser és a cég vezetője. Tehát ő viszi a céget, hiszen én a hét nagy többségében véve úton vagyok, és nem tartózkodom itt. Tehát amióta ő belépett a cégünkhöz, azóta nagy mértékben megkönnyebbült sorsunk a külföldi partnerekkel való kapcsolattartás terén, és mindenféle ügyintézés terén. Rövid idő alatt megismerkedett azzal, hogy mi az, hogy magánvállalkozás, vagy mi az, hogy vállalkozás, és nem mint alkalmazottként úgymond kisebb felelősséggel vinni a dolgokat. Tehát ő ezt rövid idő alatt felmért, és el tudom azt mondani, hogy óriási segítséget jelent a cégnek, a Sárospatak Hungária Édesipari Kft.-nek. Alapjában véve minden külföldi beszerzés, piac az ő nevéhez kapcsolódik. Itt el kell mondanom a gépek megtekintés, tehát a megfelelő gépek kiválasztása, a külföldi partnerrel való kapcsolattartás, úgy Kínával, Törökországgal, Bulgáriával, honnan hoztuk most az üdítőt, Horvátországgal. Tehát összességében véve tényleg elég széles skálájú, és jelentősen be tud segíteni a másik export-import cégünk az Energy működésébe is, pontosan a nyelvtudás terén. Tehát egyik oldalról van egy nagyon jó nyelvtudás, ami sajnos az én legnagyobb hiányosságom, egyik, mert van sok, de az egyik legnagyobb hiányosságom. A másik pedig az a lelkesedés, amivel a munkáját végzi, tehát ezzel óriásit segített a cégünkön. Ide kerültél a társasághoz, és milyen helyzettel, körülménnyel találkoztál, és azóta ez milyen irányba tudott elmozdulni? Hát őszintén szóval én úgy emlékszem, hogy 2010 májusában érkeztünk vissza Magyarországra. Onnantól kezdve én az elkövetkező pár hónapot kint a strandon, mint hogy megismerjem az itteni körülményeket, mint ahogy Tibor említette, ezt a magánvállalkozás körülményét, hogyan is kell ebbe beilleszkedni. A kintes strandon egy éttermet vezettem, és utána a nyár végén, október környékén Tibor mondta, hogy jöjjek ide. A csokoládégyárba is ismerje meg ezt a fajta légkört is, és hát ha, ahogy említette, nagy segítségére tudnék lenni a cégnek, mind a nyelvtudásommal, mind pedig, hál' Istennek, ami megadatott nekem, az akaratommal. Akkor nekem ez teljesen újnak tűnt az egész, tehát édesiparban én csak mint gyerekként hallottam erről, tehát az édességről, de mint édesiparban én soha nem vettem részt. Kereskedelemben valamilyen szempontból ugyebár az étteremben dolgoztam, de tulajdonképpen abban sem igazából találtam meg azt a dolgot, amit ugyebár itt kellett most, vagy kell is hasznosítanom. Ez mind az idők múltán, mind hatalmas támogatás és segítség és tudás átadásában, amit Tibortól kaptam, mind pedig, ahogy említette, volt itt egy üzemvezető, Bodnár Sándor, akit azt mondom, hogy az árnyékként követtem, amíg ő itt volt, és minden egyes dolgot ő megpróbált nekem átadni, amennyit tudott a tudásához képest és idejéhez képest. Nagyon sokat tanultam tőle, kérdeztem mindig tőle, és ez így azt mondom, hogy az elmúlt két és fél évben ez így folyamatosan halmozódott, folyamatosan tanultam a kollégáktól is, Tibortól is, és most eljutottam arra a szintre, hogy valamilyen szinten már bele tudok látni ezekbe a dolgokba, véleményt tudok alkotni dolgokról, esetleg tudok is javaslatokat tenni különböző dolgok felé, mint gépek, mint termékek, és ez nagy örömmel tölt el, hogy ezt a segítséget tudom nyújtani, mint Tibornak, mint pedig magának a cégnek. Amikor akár bedolgozás, akár saját termék kapcsán mondjuk külföldre akar értékesíteni a társaságot, ott hogyan fogadják, hogy itt egy magyar társaság, aki nem is olyan nagy, de mégis valamit készít, vannak saját dolgai, mennyire nehéz kiharcolni egy-egy piacszerzést, üzletet is? Nehéz. Ugyebár mi egy olyan szegmensről beszélünk, az a kereskedelmnek az édesipar, ami elég telített. Úgy lehet mondani, telített a piac, tehát nagyon sok gyártó van, nehéz versenyképes, nehéz pozícionálni a céget,
ilyen szempontból nagyon sok akarat, kitartás szükségeltetik ehhez, és folyamatos kapcsolattartás velük, termékeket kijutatni hozzájuk, kóstolókat kijutatni hozzájuk, és csak dolgozni ezen, hogy minél több termékünk jusson ki külföldre. Ez mind kemény munka és kitartás szükségeltetik ehhez. Azért azt mondhatjuk, hogy csak sikerül magához édesgetni a vevőket, ugye, mivel tudja megnyerni a társaság őket? A vevőket mivel tudja megnyerni a társaság? A minél szélesebb termék skálával és a minél jobb minőségű termékeknek az előállításával. Tehát a mi társaságunk, a Csokrád Egyen nem engedheti meg magának azt, hogy bármikor is egy negatív visszajelzés jön a cég felé, tehát minden egyes termékünk ellenőrizve van, ISO és SGSS tanúsítvánnyal rendelkezik a cég, ami magában egy olyan dolog, ami bármilyen multicég felé egy garanciát jelent. Ahogy mondtam, mind a nagyon megbízható termékek előállítása és a folyamatos minőség megtartásával tudjuk a cégnél tartani a vevőinket. Annyit hagy tegyek hozzá Péter elmondásához és a kérdésed kiegészítéséhez, hogy a külföldi partnerek, tehát a jelen pillanatban nem lehet azt mondani, hogy nagy mennyiségeket szállítunk külföldre, viszont inkább ők keresnek meg bennünket, tehát van weblapunk, vannak bizonyos termékek, aminek híre megy, vagy esetleg szlovák, román partnerek járnak a környéken, vagy találkoznak a piacon a termékünkkel, és amikor ők megkeresnek bennünket, akkor természetesen megpróbáljuk a lehető legjobb feltételekkel kiszolgálni őket. Tehát jelen pillanatban igazából az édesipari üzem export termelésének körülbelül 20-25%-a, jó esetben 30%-a az édesipari termékek, és a maradék 65-70%-a pedig más termék. Azért foglalkozunk ezen más termékek kereskedésével is, hogy minél rentábilisabbá, minél gazdaságosabbá tudjuk az üzem működését tenni. Jelen pillanatban van saját márkás kilós cukrunk, amit multinacionális cégekhez szállítunk be. Ezt vásároljuk big kiszerelésbe, vagy 50 kilós kiszerelésbe magyarországi eladóktól, lecsomagoltatjuk, és ez kerül a piacra, valamint külföldről importálunk olajat, ami megint csak most az egyik partner cégünk logójával van ellátva, és ezt exportáljuk jelen pillanatban szinte 100%-osan, tehát amit importálunk olajból, azt 100%-osan exportáljuk is. Na most ezek, mivel jelentős árbevétellel rendelkeznek, minimális haszonnal, nagyban megnyomják az export egyenlegét. Ezek egyébként kényszerlépések, hogy fennmaradjon a társaság, vagy egy olyan lehetőség, amit muszáj volt kihasználni? Hogy kényszerlépés az export, vagyis ez a tevékenység. Én azt gondolom, hogy ha az üzem 100%-osan termelne, tehát 100%-os kihasználtsággal termelnénk az édesipari termékeket, valószínűleg akkor is megléptük volna azt, hogy tudunk nagyobb árbevétellel rendelkezni, nagyobb profittal rendelkezni, és ezáltal nagyobb beruházásokat a jövőben elvégezni. Mivel volt lehetőségünk, és van lehetőségünk ezekre a import-exportot kihasználni, valószínűleg akkor is megléptük volna, hogyha az üzem teljes egészében le lenne terhelve. Jövő és lehetőségek, az már elhangzott mindkettőtök részéről, hogy a termékpalettát azt szélesíteni kell. Most fejlesztünk táblás csokoládékat, tehát pont a jövő héttől kezdődik meg ennek a fejlesztése, minőségi javítása, hiszen már lefutottunk egy kört. Ez egy, még pontosan nem tudjuk, hogy mi lesz a neve, Peti, Pepperoni, Petya, vagy nem tudom micsoda, de egy nagyon aranyos gyerek lesz a borítón, és reméljük ezáltal egy nagyon kedves mosolyjal, és reméljük ezáltal egy jó piacot fogunk tudni vele nyerni.
három fejlesztés történt már a Konflixes. Konflixes, tehát ez ilyen kekszaromával dúsított, kekszaromás, Konflixel dúsított tejtábla. Akkor van a sima tejtábla és egy ilyen darabos, mogyorós tejtábla, ez a háromfajta termék lesz a következő. Ezek nem, tehát most sem akarjuk magunkat hová tenni, és azt mondani, hogy mi találtuk fel a spanyol viaszt, mert ez alapjában véve mindkettő a piacon régen megtalálható. Én azt gondolom, hogy a magyaros az a régi amerikán, afrikán a szelet, vagyis tábláshoz hasonlít. A tejtábla az meg egy átlagos tejtábla, tehát azon nagy csodát mi sem csináltunk, eddig sem csináltak, a múltban sem csinálnak, tehát az van. Viszont valószínűleg a Konflixos termékünk az nagyban hozzá fog járulni ennek a három táblának a sikeréhez, hiszen azt gondolom, hogy olyan talán nincs a piacon, és megmondom őszintén, hogy ha nekem ízlik, akkor az általában jó szokott lenni, és ebben látok fantáziát. A termékeknél egyébként a fejlesztéseknél ezek licenszesek, vagy saját fejlesztés, vagy mi van akkor, ha az egyik, mi van akkor, ha a másik? Ezek saját fejlesztésűek, tehát alapjában véve nem fizettünk jogdíjt senkinek, hogy képletesen szólva, hogy átvegyük és a termékét gyártsuk. Tehát amit mi csinálunk, az mind saját fejlesztés, itteni ízekkel mi találjuk ki a dolgokat. 2-3-4-5 év múlva középtávú tervek mi a társaság életében? Hát kolléga előtt a jövő. Én azt gondolom, hogy ő se gondolkodott még ezen, hiszen általában jelennek élünk, de vannak elképzelések a jövőre tekintettel. Igen. Éppen a múlt héten járt nálam egy úr, egy belga cégtől jött hozzánk, ők az egyik legelismertebb csokoládigépgyártó cég Európában, Belgium, tehát ez maga egy név. És nagyon sok érdekességet hozott nekem, amióta én ide kerültem, a Tibornak említettem meg, mindig is erről álmodoztunk, hogy ezeket a hüvelyes bombonokat, töltött desszerteket gyártsuk. Nyilván, hogy ez újabb fejlesztést eredményezne, egy új terméknek az előállítása. Na már most ez lenne én az elsődleges célom, hogy ugyebár egy ilyen vonalat, egy ilyen dolgot meg tudjunk valósítani, akkor utána esetleg egy műzli szeletet is előálltam, mert ugyebár a közétkeztetésben mostanában már előtérbe került a minél egészségesebb termékeknek a átadása, hogy a gyerekek felé természetesen minél egészségesebben étkezzenek. Mi is ezt azért szeretnénk nem a közeljövőben, hát az elmúlt, a elkövetkező 1-2-3 évben ugyanúgy megvalósítani. Üreges figurákkal kapcsolatban is, tehát Mikulás csoki, tojás, csokoládé nyúl, erre is ugyebár lenne kereslet, és ez is benne lenne a cégnek a közeljövőbeli terveibe. Hát mint ahogy ma reggeli rövid értekezlet alapján általában hétfőnként van egy rövid értekezlet a cégnél, átbeszéljük a történteket, elmúlt hét eseményeit, és nézzünk előre. Többek között most is egy jó pár gép a listáján van Petinek, amivel kapcsolatban már ő fel is vette a külföldi partnerekkel a kapcsolatot. Már az első, második, harmadik kört már le is futotta. Én azt gondolom, hogy most már csak az alkudozás folyik, tehát az árak egyeztetésebe, és itt is van egy jó pár gép beállítva, aminek a beszerzése el kell, hogy induljon még ezen az éven, és ezek. Ezek az egyik egy hatalmas keverő, ugyebár most ebben a pillanatban a fondant alapanyagot, amivel ugye a préssel szeretek, és maga a fondant alapozatokkal készülnek, ez kell, nekünk van egy 150-200 kilós keverőrendszer, na már most ezt szeretnék fejleszteni egy ilyen 400-500 kilósra, ennek a beszerzése folyik most. Annyit csak ehhez kiegészítésé, és utána folytatja Peti, hogy nem is csak az egy cél, hogy cseréljünk egy gazdaságosabban működő dolgot. Itt például ennél a keverőrendszer cseréjénél egy minőséget is javítunk, hiszen egy olyan gyúrót veszünk a jelenlegi keverőrendszer helyett, ami minőségbe és egy más minőségű alapanyagot biztosít a gyártáshoz.
Igen. Akkor ugyebár ebből adódó, hogy ha ezt a nagyobb keverőrendszert megveszünk, akkor ehhez ugyebár nagyobb kapacitású présgép is szükségelteti, aminek ugyebár most át fogunk, tehát hozzá fogjuk csatolni egy 400-as présgéphez, egy 800-asnak a beszerzése van most folyamatban, akkor... Ehhez is annyi kiegészítést tegyek, hogy tehát laikus számára jelen pillanatban gyártunk egy 400-as présen. Természetesen, ha egy 800-as prés csinálja ugyanezt, mit jelent ez gazdaságilag? Az, hogy 50%-nyi időt takarítunk meg, 50%-kal, tehát ugyanabban az időben 50%-kal nagyobb mennyiségű terméket tudunk feldolgozni. Ezáltal lényegesen gazdaságosabbá válik az egész rendszer. Akkor ugyebár ez hozza magával, hogy ha már egy nagyobb présgépet, akkor ugyebár Tibor említette, nagyobb kapacitású termék fog kijönni a vonal túlsó oldalán, amihez nagyobb kapacitású szeletcsomagológép is szükségelteti. Tehát maga egy fejlesztés egy terméken nem csak az egy gép, a kezdeti gépet kell fejleszteni, hanem ugyebár az egész vonalat, mert ez össze kell szinkronizálni tulajdonképpen ezt az egész termelést. És ez egy ilyen gördíti maga előtt, tehát valamit akarunk csinálni, akkor az egész rendszeren szinte végig gördül ez, és nem lehet azt mondani, hogy na most egy dolgot megcsinálok, vagy egy dolgon változtatok, és akkor minden oké. Folyamatos változást szükséges ahhoz, hogy a végeredménynél egy jobb minőségű, gazdaságosabb, kiváló termék jöjjön ki. És én azt mondom, hogy van még egy pár gép, de mindezen át az egyik legnagyobb volumenű beruházás lenne, ez az üreges figurák gyártása a következő szezonra. Ez ugyebár egy újabb nagy hosszúságába és teljesítményében is egy nagy kapacitású gépet szeretnénk megvásárolni. Ezzel már mind a karácsonyi szezonra, a jövő karácsonyról beszél természetesen, mind pedig a húsvéti szezonra már tudnánk termékeket kibocsájtani a piacra, amely azt mondom, hogy valamilyen szinten a stabilitását megtartaná a cégnek a jövőben is. Az első két év után, miután eldöntődött, hogy ugye fejjel menjünk előre és törjük az utat, tovább és nem adjuk fel, onnan mi állandóan csak fejlesztgettünk. Tehát, pontosan ezt akartam mondani, nekem nagyon úgy tűnik, hogy itt csak fejleszteni kell egyfolytában, és minden éve lehetne újdonságról beszámolni. Így van. És tehát és első ütemben ahhoz, hogy új gépet be tudjunk tenni, történt a csarnoknak egy átépítése. Tehát történt egy kibővítése. Betettük az akkor megvásárolt gépet, betettünk egy födémet a meglévő nagy légterű csarnokunkba, feltettük a csomagológépeket az emeletre, alul ezáltal teret nyertünk. Viszont már a következő éven kiderült, hogy kicsi ez a tér. És akkor mit lehetett csinálni a következő éven? Megint építettünk. Megint csarnokot bővítettünk, ahhoz, hogy el tudjuk benne helyezni a következő gépet. Elhelyeztük benne a következő gépet, és abban a pillanatban kiderült, hogy az a csarnok bővítés is kicsi. Tehát jelen pillanatban ott tartunk, hogy az épület maga nem tud több gépet, berendezést fogadni, csak nagyon-nagyon-nagyon átszervezve, nagyon-nagyon kimérten és szűken. Ezért következő tervünk mindenféleképpen az, hogy itt az épület mögött lévő szabad területet, ha sikerül az elkövetkező időszakban egy olyan pályázatba belépni, ami lehetővé teszi csarnok vagy üzem bővítését, akkor egy olyan csarnokot fogunk építeni, amit remélhetőleg az elkövetkezendő 3-4 vagy 5 évben majd belakjuk. De nem azt fogjuk csinálni, hogy miután megépítettük és toldottunk egy részt, a következő évben már az is kicsivé válik. Tehát ez az elkövetkezendő időszak nagy feladata, hogy a most beszerzésre váró új gépeket hogy fogjuk tudni elhelyezni a jelen üzemünkbe, de meg fogjuk oldani, azt tudom, hogy meg fogjuk oldani, mert ez ideig mindent megoldottunk, és arra szolgatunk előre, ezt is meg fogjuk oldani.